A toka szalonna formázásának eszközei a 7 colos tőkekés és a fenőacél. A hatékony munkavégzés nélkülözhetetlen eszköze az éles kés. Késeinket minden munkaművelet előtt acélozzuk meg. A toka szalonnát bőrrel az asztal felé fordítva formázzuk. Az áll felőli résztől elindulva a mirigyes részeket eltávolítjuk a hússal átszőtt laza, rostos kötőszövetig. Kialakítjuk a toka végleges formáját. A kitermelt húsrészek nem érintkezhetnek a padozattal. A műveletek során keletkezett húsrészek, a toka szalonna, a bőrös nyesedék, a toka tető és az apró hús. A munkavégzések után a késfertőtlenítő használata kötelező.